Pakson a lakótelepen több mint 40 éves a barátságúti rendelő épülete, melynek korszerűsítését már tavaly elkezdte a városi önkormányzat. A felső szint készen van, a földszinten pedig a gyermekrendelő rész is elkészült. A tél beállta előtt a hőközpontot is teljes körűen rendbehozták, hiszen a meleg vízellátás és a fűtés ingadozás is problémás volt az épületben. A munkálatokkal október elejére végeztek. A próbaüzemet követően október 12 Tedikén már fűteni tudtunk az új berendezéssel. Most már olyan színvonalú a a hőszolgáltatás ebbe az épületbe, ami úgy gondolom, hogy a következő 20-30 évben biztosítani tudja megfelelő módon a hideg, illetve a használati melegvízellátást, illetve a hőszolgáltatást is. A felújítás 20 millió forintos önkormányzati forrásból valósult meg. A barátságúti rendőr renoválása tovább folytatódik, hangzott el a sajtótájékoztatón. A földszinten található pszichiátriával szeretnénk folytatni, és természetesen miután Bent már felújítottuk az épületet, természetesen a külső felújítására is szeretnénk majd sort keríteni. 2021-ben fejezik be a barátságúti rendelő teljes körű felújítását.